A családomon belül nagyon erősen jelen van a zene, mindkét szülőm hangszeren játszik, mindketten csellóznak, és hát a cselló szerintem egy nagyon jó hangszer, mert az van talán a legközelebb az emberi hanghoz is a többi hangszerhez képest. Nagyon nagy a intervalluma, lehet magasan is, mélyen is játszani rajta, és én nagyon szeretem. Én Antók Zsuzsannánál kezdtem el csellózni. Zeneiskolában szerintem ő volt az egyik legjobb cselló tanár Magyarországon, nagyon szerettem hozzájárni. Tőle Sabján Anikóhoz kerültem a konzervatóriumba, és aztán Bécsbe mentem előkészítőbe 2 évre Nagy Róberthez, akkoriban ő volt a Bécsi Filharmonikusok szólócsellistája, és tőle kerültem egy másik szólócsellistához, Somodari Péterhez. Mindkettejüktől nagyon sokat tanultam a zenekar zenélésről, és utána kerültem Várda Istvánhoz. Tőle teljesen más szemszögből tanultam teljesen más dolgokat, és szerintem mindannyian nagyon sokat segítettek fejlődésemben, és tényleg rengeteget tanultam tőle. De egy meghatározó élmény volt, amikor a Bécsi Filharmonikusok Akadémiájába nyertem felvételt, mert ezt csak 2 évente rendezik meg ezt a próbajátékot, és minden hangszerből csak egy embert vesznek be. Egy másik mérföldkő szerintem, amikor a Bécsi Szimfonikusoknál nyertem próbajátékot 2021. decemberében, majd elkezdtem dolgozni 2022. márciusában, és ott is rengeteg mindent tanul az ember, hogyha már egy professzionális zenekarban szólócsellistaként segít vezetni. Szerintem ez is egy nagyszerű lehetőség a továbbtanulás. A Junior Prima díj szerintem nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon örültem neki. Ilyen díjakat nem sűrűn kap az ember, ki kell ugye érdemelni, főleg egy ilyen elismert díjat. Ez egyfajta bizonylat is arra, hogy jó pályán halad az ember.